Hadi. La contamos que vi. Legyen a babám, kérlek, legyen a babám. Kövi? Ez már volt. Sutog jutorára a fülembe. Nem bírom. Meguntam. Ez is. Nem, erre Junior nem akarok hallgatni. Vége. Tudom, mit teszek, tudom, mit teszek. Ezt a zenét. A következő zenét szeretném mindenkinek küldeni, aki infrán küldte a muzsikát a testvérének általános iskolába, és azoknak szeretném küldeni, akik hangosan hallgatták a Sony Ericsson Walkman telefonjukon ezt a zenét. Fogadjatok sok-sok szeretettel tőlem, nektek. Ki zene, mi? Várjál, mindjárt felismered, aki nem meg, mindjárt felismeri. Rosszat tettem be? Ez az. Emlékezz! Fogd meg a kezem, szoríts meg bátran, még lehúnyom a szemem. Mennyire fáj, mikor elmentél? Elvert a soha szakítás, de hányszor hallgattad, geci? Mi a baj, amikor általános iskolában vége lett a szerelmednek, vagy bele voltál zúgva egy csajba, geci, emesen nem hírta neki, azt mondta, hogy lakat Péter. Bazd meg. És nem lakat Krisa. Mutattam akkor a biciklis időszakomat. Persze sírtam, ne viccel. Erre aki nem sírt, ez egy büdös buzi. Tessék. Bazd meg, ezt kiraktam nagyba. Majdnem elsírtam magam, ja. Várom a refrént, azt vágom. Várjál.
Keleten nyugaton szól a hakaból a hip-hop maraton, a fejünk bólogat, lovaglunk a szavakon. Most ez. Ez nem az. Ez az? Ezt még enkorról szedtem le. Ez nem az. Csillogjon, csörögjön a külsőségek, nem motiválnak a szemedben, szemügyben. Ez nincs meg a zene. Ez a zene nincs meg. De ez nem az eredeti amúgy. Csörögjön a pénz. Fuchs anyagba. Egyszer bejöttek bazdmeg, még középiskolában bemutat... azt a kurva, anyád most fogom felé, mi történt. Középiskolában egyszer bejöttek a K&H-tól, bejött egy csávó, ilyen, tudod, ilyen kampány volt fiataloknak, hogy ilyen money managementes dolgok, hát most ez pénz. Érted? Money management, mindegy. Szóval ilyenekről beszélgettünk, és bejött, és kirakta a projektorra ezt a zenét, megmutatta a klippet, ugye, hogy nyomják, és ugye, hogy utána megkérdeztek egyszer az ember, hogy ez az ezzel akar bevágódni, ugye, hogy fiatalok, meg át kéne adni az üzenetet nekünk, meg ilyenek, ugye ideányok, bazd meg. Szóval ezzel a zenével jött be az ember, és meg kellett mondanunk, hogy mi jön át nekünk ebből a klipből. Szóval, hogy a pénz herdálás, tudod, a csillogjon a külsőségek, hogy a külső faszom, tudja micsoda, nagyon kemény. És erre jött egy előadás, és mai napig igaz, most koppant, hogy ezt hogy a faszomba gondolta. Nem tudom, mit hallgattunk még régen, bazd meg. Mekkora zene volt ez? Hülye, ezt osztálykirándulóson hallgattuk. Te Jézusom, egy ilyen elmúlt csajban voltam szerelmes. Általános iskolában. Abból akkora kurva volt, hogy te... Tessék? Á? Hatalmas zenék voltak ezek. Nem tudom, mi volt még, ami ennyire durvá retro volt. Ezeket mind hallgattuk Walkman talunkon, bazd meg. Idegbe verettük, bazd meg a Walkman telefonunkon, úgyhogy publicba. Hú, na mi újság? De melyiket, bazd meg? BSV, pics az... Mi? BSV... Megbasztam... Kit basztam? Megbasztam ezt a kis gadget. Geci gránát. Én ezt nem hallgattam, az nekem az kimaradt. Ja, üssel a szád, jön a geci gránát, jön a geci gránát, jön a geci gránát, tárcsad a szád, jön a geci gránát, kicsit... Olyan, ősed a szállt, jön a gecik rána. Kicsit büdös van, baby... Ugyan, miért köptem? Kicsit büdös van, baby, bepisáltál? A retinádon valami fehér folt van, de vedd úgy, hogy én most... Én még nem is szóltam. Jaj. Szájba csöcsöt azonnal. Jaj, hú, nem tudom, hogy van, bazd meg. Leköptem saját magamat? Na, kösz. Hát, ez...
Ez kultúra. Nagy lány! Geci! De ne! Hogy kell? Nagy! Nagy lány, könyörg. Itt van! Ez a motoros időszakom. Verettem még a motorommal, a motoros brigáddal Miklósom. Azt hallgattuk a Gyuszikánál mindig ezt a zenét. Nektek ez sokat nem mond. Gyuszika itt lakik tőlem két utcával arrébb. Mindig ott volt a közönségtali, aztán ott lehetett hallgatni ezt. Aha, aha, aha! Semmi nem elég tudom még mondani, mert ma szép volt szépzésről, szép volt még! Jó volt, nem? Köbö. Na! Gyerekek! Béle nagylány, azt a kurva de nagy zene volt ez te. Csak mindenki! Ez nem a... Amikor kivoltam az élettől, ez nem az én napom... Hogy van? Miért nincsen fönn Béler? Béler, ez nem az... Ne szopasd már! Nem az én... napom. Ne, nincs fönn az egy Spotify-on. Béler, én napom. Nincsen fönt. Nem tudom azt berakni, mert YouTube már le fogja szedni. Az másik hangsáv. Na mindegy. Ezek hatalmas zenék voltak te. Na, gyerekek, milyen élmény ért ma. BLR. Azt tudom, ez a csávon mi lehet? Vagy rákeresek, hogy BLR. Hogy hívják őt, hogy BLR? Vagy a BLR? Így néz ki a BLR? Ó, én sose tudtam, hogy néz ki a BLR. Csinált egy zenét a Curtis-szel egy hónapja. Hát bazd, nem tudom, hogy 400.000 megtekintés. Biller Vince Gerge, itt az Instája, 84-es születésű. Hú, bazd, nekem ez hogy maradt ki? Írok is neki, köszönöm faszi a gyerekkoromat. Hatalmas király vagy. Öldő, aminek nem lennék BLRedBull.com. A BLR az a follow the flow énekese? Follow the flow. Ez az ugye? Ez a fasz itt. Ő a BLR. Vagy ő. Ő van a Pilvakerbe. És ti vágjátok, hogy a... Nem az a lány, várjál, nem az a lány, az a lány... Valami Evelyn a neve? Ennek a csajnak, bazeg, van egy régi zenéje, amikor még nem az a lány volt, hanem akkor még nem volt Petőfi, meg a faszom. És akkor rendesen komoly hangja volt. Húra Csébélre, nem tudom ki harmadik. Az a Szakács Gergő, vagy más? Hú, azért nem tudom. Nem tudom, sajnálom, hogy hallgatni a Kukás Autó című számot. Most már ez az aral. Tresket. Köszönöm. Biztos? Ő az? Én a tiszta cipőt látni. Nem, olyan van, ahol énekel. Van egy klip, amiben énekel, rendesen komoly hangja van. Nem reppelt akkor még. Na mindegy, faszom tudja, nem emlékszem.
Na, srác a gyerekek, új élményért ma. Lehugyoztam egy diófát. Ja, ez történt. És mit mondjak, apám, még nem van egy diófa. Gyerekkorom óta járok oda húgyozni. Gondolom, mindenkinek megvan a kertben, hogy hova szakott. Tuja, üzé, sövény. Nálunk diófa volt, meg a sövény. Nem, tesó, hülye vagy, nem mentem ki itthonról. Normális vagy ebből a nem tudom, hány nézetméterből? Kiesett mindkét a Red Bull, ne szopas, már néztem a izét. Versét a 27. körig. Utána leves. Nincs erről a videó, nem hagytam le. Voltak paparazzik, meg ilyenek, de elküldtem őket. Mondom, srácok, engedjétek már el, bazd meg. Tudom, hogy izé híres vagyok, meg ilyenek, de már mondom, nyugodjatok már meg, jár a Haller. Mind a kettő leves? Megállt mind a kettő Red Bull, bazd meg. Pont ugyanakkor? Be volt programozva, hogy nem tudom hány kör. Az nagyon jó. Az kurva jó. Hát gyerekek. Nem baj, remélem, hogy sok emberhez eljut egy Red Bull. És akkor... Beszakítottad, Kopretti? Ezt már láttam egy 6-szor. Az a Merci amúgy nem gyors. Azt most láttam, hogy azért az öcskös Hamilton... Nem egy nézőm, nem. Nem hiszem. Hát lehet, hogy itt szokott lenni, de nem tudom, hogy név szerint ki. Ja, mert amúgy pont néztem valami TikTok videó volt valahol. TikTokon leginkább. És pont mondta Hamilton, hogy az ő csapata nem csinál szar autót. Ez most volt itt, nem tudom, karácsony fele. Vagy január fele. Mondhatta valami interjúba. Ezt néztem, mondom, látom, úgy mondom, ez nem biztos, hogy jó. És akkor ilyenkor gondolom, már végig kell vinni a szezonba, mi? Ez ilyenkor úgy működik, szerintem, nem? Jó van, kösz. 2-3 futam. Én nem tudom. Én megmondom őszintén, hogy a Red Bullos faszi, akivel egyébként nem a Red Bullon keresztül ismerkedtem meg, hanem egyik, van egy közös haverunk, akivel már volt nem egyszer bebaszás, meg fifázás, meg ilyenek. Na mindegy, csak gondoltam, ilyen, tudod, ilyen háttérinfo. Ő mondta, hogy nézzem meg a Netflixen a Drive to Survive-ot. Megnéztem, azt hiszem, másfél-két év alatt, aztán mondtam, hogy jó van, most már elég. De így, hogy megnéztem, mert ugye mondom, Red Bullot kíváncsi voltam, hogy van, mert így, tehát ezt mindig elmondom, hogy leszárom az egész facit úgy, ahogy van. De így, hogy ott van a Dominik, aki, érted, most nem azt mondom, hogy a közeli hozzátartozom, vagy a, nem tudom, valaki, de hogy tudod, úgy van egy kis extra kis fűszere az egésznek, és így már így szívesen megnézek bármilyen Lipcse meccset, vagy ilyenek, akkor volt az EB, szívesen néztem a magyarokat, meg ilyenek, és a Forma 1-ben például, meg most már ugye van a Red Bull, ilyen tök szívesen nézem a Forma 1-et is. Nem azt mondom, hogy leülnék, hogy beprogramoznám egy napomba, hogy na vasárnap, akkor most szombaton időmérő vasárnap verseny, de úgy, hogy érted, hogy más a fekvés az egésznek. Aztán, amikor volt tavaly a döntő, hát hülye vagy, rázott a hideg, meg üvöltöztem be azon, amikor volt az a Hamilton Verstappen párbaj ott a végén. Szóval, hogy már egyből jó volt, ugye egyből zarál volt nézni az egészet, és a... Nekem ennyi közön van igazából a Forma 1-hez, ebben megnéztem egy másik-két év alatt belőle, eddig azt sem tudtam, miről van szó, meg ilyenek, és tök érdekes volt belátni, hogy... De nekem eddig annyi volt, hogy vonyító autók mennek körbe-körbe, tehát ez a tipikus sztereotípia, de így, hogy beláttam mögé egy-két dolgot, így már tök jó volt, viszont attól függetlenül sem értem azt, hogy most ne izé, ne úgy értsétek, de hogy emberek hogy tudják azt nézni, hogy mennek körbe autók, mert amikor megy a péntek-szombat az edzés, a időmérő, a verseny, vagy nem tudom mi az, továbbra sem értem azt, hogy lehet, hogy valaki nézi úgy, hogy megy, de hogy közben meg a magából az M1-es műsorból, amíg lemegy a nem tudom 50 kör, ott nem tudsz meg háttérinfókat, hogy mi van a Leclerc családjába, meg mi van a Schumacher családjába, meg mi van a faszom tudja minek a családjába, hanem mennek körbe autók továbbra is. Szóval megértem, tehát félre ne leszarom, ha valaki szereti a formányat, én nem, de hogy így értitek, hogy most miről akarok beszélni, hogy
leszarom is, meg így már annyira nem, mert ott a Red Bull, és így már egy jó érzéssel tölt el. Közben meg nem értem azt, hogy lehet hétvégén ennek neki ülni, mert mindig azt látom a családom abban az, hogy mindenki néz, leülnek, és akkor elalszanak. Vagy nyitanak az autók, azt elalszanak. Meg időben is dorral voltam, úgy tök jó volt kimenni, ugye tavaly kimehettem, a Red Bull kivitt a Forma 1 Magyar Nagydíjra, és ott voltam pont abban a kanyarban, ahol a Ferrari megcsúszott, az belebaszódott a falba, azt előttem csinálta. Tudtam, hogy lesz valami, mondom, geci, ott vagyok, nyilván bazeg, valaki összetöri magát, pont előttem, na mindegy. De ha ott is tök jó volt meghallgatni, hogy ezeknek a Forma 1-es autóknak valójában milyen hangja van, meg hogy kajak, hogy milyen kibaszott gyorsak. Hát abban bele sem tudok gondolni, milyen lehet benne ülni, mert ugye az szokott a poén lenni, amikor elmegyünk mondjuk gokártozni, vagy ilyenek, hogy annyit látok, hogy kívülről nézek, az geci, ilyen tízzel mennek autók körbe-körbe. És ugye, amikor benne ülök a gokártba, azt hiszem, hogy a világ, világ legkomolyabb versenyzője, meg ilyenek. Viszont a Forma 1-nél, meg amikor ránézek, akkor is az van, hogy kívülről is geci gyors. Szóval, hogy belegondolni, hogy abban milyen lehet benne ülni. Persze, hát miért kell nézni valaki szerencsejáték, miért kell nézni valaki kodozik, miért nem játszol inkább a koddal. Valahol egy bogyót kergetnek, valahol egy korongot kergetnek, valahol ütögetnek egy golyót, meg ilyenek. Csak nem tudom, a foci az, most nem azt mondom, hogy azt is, hogy most az se, szóval érted, az se. És streamet se. És mert mindenki más, bazd meg, ennyi. Szóval nem értem, hogy hogy lehette meg azt, mások azt nem érte, hogy engem miért nem hozzász be egy autó. Meg engem egy autó nem hozott soha serázba, sokkal jobban érdekelnek mondjuk a stukkerek. Ez valószínűleg ez nevelésből jön egyébként nagyon sok embernél, mert valószínűleg aki szereti a Forma 1-et, annak az apja is szerette a Forma 1-et. Aki szereti a focit, annak az apja is szerette a focit. Az én apám leszarta a Forma 1-et, az én apám leszarta a focit. Viszont ugye, hát a vadászat az meg ugye benne van a családba, nála kezdődött. És ebből adódóan ugye nekem is van otthon ugye két stukker is, meg a stukkerek úgy magába úgy izgatnak. Hát egyébként az e-sport egyébként tök érdekes, hogy most volt ugye a Cségó döntő. Kik játszottak? A Navi meg a G2? Mindegy. Kurva jó volt. Ugye nagyon jó volt. Esküszöm, hogy bazd meg, szerintem ez benne lesz hamar tévébe. Face G2, bocs. Lőttem a Bambit? Persze. Bambit, nyulat, apró vadat, de nem járok ki sokat, nagyon keveset járok ki, még nem hozlázba. Lőttem már állatot? Igen. Nem szar érzés? Erről nehéz mesélni olyan embernek, aki még nem tudja, hogy mi történik ott. A vadászaton? Nem, egyébként. Mert egy pszichopata állat. Nem, figyelj, igazából eleve a vadászat, ha vadászat nem lenne, akkor nem lenne kb. 200 liszt a boltba, vagy faszom tudja mennyi a boltba, érted? Szóval minden állat, vagy csomó állatot, az a baj, mi betelepült az ember, így a világban mindenhova, és emiatt maga a természetnek a körforgása, amúgy kurvára felborult. Szóval vannak túlszaporodott állatok, vannak védett állatok, amikből kevés van, és tehát nem úgy működik, hogy mondjuk te kimész írtani állatot, hanem mondjuk kimész, mert mondjuk őszezon van, sok az őz, faszom, vagy mondjuk róka, faszom, a rókát azt mindig lehet lőni, a róka az azért szar, mert sok van, mert hogy mondjuk megbassza a kis girált, a kis őzikét. És aznak például mindig szezonja van, mert úgymond az nem jó, hogy az ennyi van, túl van szaporodva, ez ilyesmi, mint hogy nem is tudom miért lehetne hasonlítani, hogy vannak olyan élősködők, de nem az, csak van olyan élősködő, ami sokkal szarabb helyzetben is kurva jól tud szaporodni, valamelyik meg kurvára nem, ezért szabályozni kell. És amikor még elmész mondjuk lelőni egy állatot, vagy egy győzet, vagy egy bármit, akkor is igazából arról van szó, hogy mondjuk látod, hogy mondjuk ott van 4 őz, vagy 5 őz, akkor kártevő, igen. Szóval ott van 5 őz, és mondjuk nem azt lövöd le, amelyik egészséges, meg fiatal, meg egy éve született, meg bazd meg, nem tudom, barkása is az agancsa, vagy a faszom tudja, hanem azt lövöd le, amelyik látod, hogy egészségtelen, és jó lenne, hogyha úgymond az egészséges populáció megmaradna. Szóval nem, de egyébként volt egy olyan sztori egyszer, hogy elmentünk, de ez nem fog átjönni egyébként, mezei nyúl azért nagy. Ugye nem gondolod, hogy mennyire, de bazd meg azért nagy, kurva nagy. És elmentünk a mezei nyulat a sörétes puskával lövik, és hát mentem hajtásba,
és hát láttam, hogy egy ilyen fehér seggű valami ott elkezdett futni, hát izomó rálőttem. Csak az volt a baj, hogy az nagyobb volt, mint egy mezeinyúl, én meg úgy nem tudom, nem mértem fel a távolságot. Tudom, mint amikor előzöl is, akkor is ugye az van, hogy sokszor nem tudod felmérni a távolságot, mert közelít, vagy távolodik, vagy faszom tudja. Na és akkor az itekben ment, láttam, hogy fehér a seggel, na akkor rádurrantottam egyet, hát az egy őz volt. És hát nagyon durván megbüntettek, az volt az utolsó, hogy elmentem vadászni, ez volt egy 4 évvel ezelőtt, az összes spórolt pénzem elment rá, ami 160 ezer forintba került. Az, hogy én azt ott lelőttem, mert szezonon kívül lőttem, hajtásba lőttem, sörétes puskával lőttem, szóval minden baja volt az egész sztorinak. És ja, sok pénzbe került, az összes véletett pénzemet megette a dolog. Apám azt mondta, hogy jó lesz nevelő célzattal. Hát jó nevelő célzattal lett, mert soha többet nem mentem. És ugye azt se felejtsétek el, hogy aki nem tud lelőni egy állatot, megértem, nem is kell neked megtenni, majd megteszi más, de ahhoz, hogy valaki mondjuk, nagyon sokan amúgy elítélik ezt, de ha belegondolsz, ez több ezer éves kultúra a vadászat, szóval csak van valami benne, tudod, szóval, hogy nem egy 200 éves valami, mint a, nem, még nem egy 50 éves valami, nem, nem is bazd meg 20 éves valami, mint az okostelefon, a kultúrája, meg a social media, hanem azért ennek több ezer van, több ezer éves múltja van, azért van benne. Tehát a rengeteg tiszteletről szól, rengeteg figyelem, hát nagyon sok olyan dolog van benne, amit nem tudsz elmesélni, át kell élni, hogy ott vagy, hogy nem megölöd, hanem elejted, tehát hogy nem mond sokat a két szó, tehát nincs így streamben, vagy elmondom, nincsen olyan nagy különbség köztük, de közben gyakorlatilag mégis az van, és ezt a két szót tudom mondani, nem fogod érteni a különbséget. Azt nem, hát most bazen nem baj, hát most nem mindenkinek kell, de kintel, ha elmennél, akkor máshogy gondolnád, szóval. De persze, rengeteg, nagyon sok mindenről van szó, persze, hát. Meg most bazd meg, ezerszer sokkal humanitáriusabb az a tett, hogy te fogod, ez bazd meg, lelősz egy győzet, ami már nem olyan egészséges, meg öreg, meg a faszom, meg minden baja van, meg már lefele, vagy egy szarvas, aminek már lefele tartja a fejét, már öreg, már bazd meg nem tud életben maradni kb. Mint az, hogy te beraksz bazd meg 4500 csirkét bazd meg egy négyzetméterre. Hát a gazdagok sportja is, de ebben ilyen kasztok vannak, tudod kb. Szóval ilyen klikkek vannak, hogy vannak olyan vadásztársaságok, ahol kb. Bebasztak és vadásznak, vannak jönnek a külföldi turisták, és akkor egy kerdő beküldi a vadisztók közé, az stukkerrel bazd meg lövi a csóró vadisztónkat, el se tud futni, meg van a kultúrált vadászat is, amikor az van, hogy ott vagy egy nagy erdőnél, ott van a izé, kiülsz a lesre, háromszor kiültél, semmi nem jött, négyszer kiültél, semmi, ötödjére ott van egy, és akkor bam, megvan, kész, örül a faszod, meg minden. És akkor nem basztál be meg ilyenek, tehát ugye erre is figyeld, amikor vannak ilyen embereket lőnek le az erdőn, vadászok meg ilyenek, ugye azért az sokszor benne van a pia tényező. Ja, elütni bazd meg egy állatot, az szar. Azt el kell ütni olyankor egyébként, ha mész 100-120, el kell ütni a faszomba. Bazdek, belemész egy fába, megdög lesz. Jaj, persze, az más, de mondom, az ilyen kulturálatlan valami, az fos. Na, ide nem akartam ebbe a vadászatba belemenni, azt akartam elmesélni, mert közben azt volt egyébként. Srácok, ígértem még a egyiknek is streamet erre a hétre, felraktam 700 dollárt, úgymond a bónuszának a felét, ami kijött, ugye az 1300 volt, akkor 700 dollárt visszaraktam, ezt leütöm, ha jön, ha nem. Ha elmegy, akkor még felteszünk valahova, ahol van mindenféle játék. Na, szóval, hogy átraktam a stocra a kategóriát, nem kell átrakni, srácok. Na, hogy mit akartam mondani? Ja, hogy geci, néztem GTRP streameket ma. Hát, tesó, van, mehet tőlem a stoc kérés, ja. Ha elkezdenek emberek beváltani sokat, akkor mehet. De az a baj, hogyha elkezd oda elmenni majd, hogy Rise of Merlin, akkor ne. Szóval elmentem, geci, megnéztem GTRP streameket. Az útkalom adta le, megkérdíti még egyszer. Néztem GTRP streameket, és megint a hány inger kapott el. Ez hegyetlen, bazd meg, hogy ezt hogy tudják nyomni emberek. Bazdmeg, amúgy nem lenne szar az ötlet, de bazdmeg, ahogy amilyen na, fú, tesó. Izé, Nipponnak a streamét néztem, meg még néztem két streamert.
aki GTRP-zett. Fú, geci. Bekapcsolom, aha. Szóval, kerestek rá válaszolva, lesz GTRP? Nem, soha. Ehhez bazd meg nem is tudom, mi kéne ahhoz, hogy nekem itt legyen GTRP. Hát kéne egy olyan brigád elsőnek, aki... Nem tudom, igazából milyen kéne, olyan... Nem tudom, olyan vagy, fú, nem tudom. Az a baj, én azt próbáltam elmagyarázni a Nipponnak, mert ott úgymond vitatkoztam, de nem ilyen negatívba, csak... Érted, így vitatkoztam. Srácok, itt a start fönt, a piros, az a start. Hogy mondtam, leadja, bazd meg, hogy amúgy jó az ötlet, meg minden, csak néztem, hogy a gyerek be volt kötött, leerpésztük, hogy bekötötte a gyereket, bekötözte a kezét, és beraktuk a csomagtartóba, és a gyerek az kiszállt, és elvitte az autót, és reportoltuk egy adminnak. Fú, gondolom, bazd meg. Amúgy jó lenne az ötlet maga, hogy így tudsz dolgokat csinálni a játékon belül, de bazzak, ezt úgy tudnád egy ilyen szabályozott ilyen környezetet megcsinálni, hogy vannak eszközeid arra, hogy szabályozzad a környezetet. Meg ilyen, az a baj, túl sok 14-15 éves játsza. Jó, de vannak olyan 14 évesek, akik jobban RP-znek, mint a 20 évesek? Hát jó, csak érted. Attól függetlenül, hogy a 20 éves RP-zik, és ő olyan profi RP-s, az nem azt jelenti, hogy leállnék vele beszélgetni két mondatnál többet egy szórakozó helyen. És ezt nem flévelem a RP streamereket, mert ha valaki azt élvezi azt a játékot, akkor játssza azt, csak az, hogy itt nem lesz sose GTRP, az hotfix, mert rengeteg problémám van vele, ami miatt nem szimpatikus az egész. Nem tudom, sokan nyomják még a GTRP-t? Kétszer egyébként kipróbáltuk, nem tudom ki volt itt azokon a streameken, vagy kétszer elkezdtünk GTRP-zni, mert annyian mondták, hogy ez milyen kurva jól van, kipróbáljuk. Egyszer folyt a könny, amikor Valcsák elkért egy Lamborghinit a játékon, mert azt belebaszta az első falba, összehugyoztam magam rajta. De... Itt valószínűleg itt nem lesz GTRP. A faszom, nem ezzel akarok játszani. Mik ez a szarhot fiesztával? Hát, most odaadja. Bocs. Metin 2-t én sose nyomtam. Nem is fogom valószínűleg. Ha minden jól, majd nem fogom. Póker? Tesó, írtam a Bad King... Mi a fasz? Mi a fasz? Ülje, beszúrtam a torkomba. Mi a fasz? Mi a fasz? Fia... Hogy beszéltem, ami beszúrt ide hátra. De geci, mint egy tűvel megszúrták volna belülről. Szóval beszéltem írtam a betkinzes embernek, hogy mondom, lennénk amúgy egy pókerre, de nem válaszolt, még nem is látta, nem is volt online, szóval nem tudom. Ez jó lesz ez a szabad játék? Nem. De az minuska. Az, hogy meg így nyomjuk ilyen random póker streamet, próbáltuk, nem működik. Az a baj, unalmas. Aki jobban ért hozzá, mint én, az kiég rajta, hogy játszom, mert nem nézem a kurva statisztikákat, meg mindenki okoskodik, hogy mit kellett volna hogyan csinálni. Szóval azok fölbasznak. Aki meg nem ért hozzá, az meg nem éli. Meg amúgy is egy lassú valami, ha bejutsz egy jó versenybe, akkor ér valamit az egész procedúra. Na, nem lesz póker sajnos. Higgyétek el, próbáltam, nem működött. Na, jó, hogy odaraktad a pinyátát. Tűrű.
Na majd ez. Szóval nem lesz GTA, izé, a GTA RP. Szóval nem lesz poker, valószínűleg. Tízes. Aki nem látta volna a Discord kiírásomat, április. Na mikor? Na mikor? Kilenc. Április 9-én. Hát, kod. Rebirth LAN party. Elég komoly nyereményekkel. Illetve nyilván egy ilyen közönségtali szerű valami is lesz. Macesszal már beszéltem, ő jön. Kartali jön. Dama úgy néz ki, hogy jön. Trió lesz, trió lesz. És úgy lesz, hogy két körös lesz. És kétszer lesz 10 csapat a pályán egyszerre. Szóval úgymond jó esélyek vannak arra, hogy nyerjetek, vagy nyerjen a egyik vagy a másik csapat. Akkor valószínűleg nyomunk egy 10-es selejtezőt, nyomunk még egy 10-eset, és talán nyomunk a nyertes 5-5-tel egy mindent eldöntőt. KD cap az nem lesz. Viszont jó móka volt a legutóbb is, jól sikerült, hál' Istennek. Most egy fokkal kulturálom kéne majd magamat. Nem kéne izni, anyázni a mikrofonban, mert Samsungos lesz a rendezvény. Samsung Gamer Nights, ugye lesz, van egy ilyen sorozatuk. Na, Christmas Carol, na menjem. Szóval, haj de jó, szeretlek bazzák, hogy nem valami random izét tettél be, amire azt kell mondanom, hogy nincsen. Szóval Samsung Gamer Nights, ugye most lesz egy ilyen sorozata, hogy ilyen különböző játékok tematikájában megszerveznek ilyen különböző, nem külön, ugyanolyan eseményeket, csak nem lesz. Szóval, ja, aki éli, az jöjjön, aki nem éli, az ne jöjjön. Aki csak pián jön, az jöjjön, aki nem éli, az ne jöjjön. Nyeremények azok zoralak lesznek. Flash lesz. Nyilván nem arról fog szólni, hogy itt nagyon nagy izé lesz, mert hát látjátok, hogy mennyire van nekem is kedvem mákodozni. De szerintem leszünk azért szépen. Kovász, megkóstoltad, papa? Melyiket, Palim? Amit vettem? Ha igen, ha azt, akkor igen. Vagy melyik kolbászt? Milyen kolbászt? Szülőtésnap, boldog szülőnapot. Penészeset? Ja nem, azt már amikor beszéltük, kibasztam a kukába, mert olyan szinten penészes volt, meg száraz, meg kemény, hogy azt kibasztam a kukába. De meséltem itt a valamelyik nap, hogy kérdeztem a hentestől, hogy hogy kéne ezt tárolni, hogy jó legyen. Azt mondta, hogy teljesen természetesen kiszárad ennyi idő után. Hát mondom, bazd meg, érdekes, apám még nem szállt ki soha, és így mondta, hogy ne tegyem a hűtőbe. Csók-csók. Gyere, macska. Szevasz, Bence. Csók mindenki. És a sennyikál, bebassza a szobot. Azt mondtam Ádám, hogy lehet, hogy ma nem leszek, de úgy alakult végül, hogy leszek ma. Stream végén mondtam tegnap, hogy leszek, mégis, mert rájöttem, hogy megígértem, hogy vasárnap streamelek a 1x-nek. Viszont holnapnál tuti nem leszek, mert érzem, hogy most kicsit izé ki kéne szellőztessem a fejemet. Az is lehet, hogy kedden nem leszek, de szerintem kedden már leszek, ahogy ismerem magamat. Nem fogok kibírni azt, hogy két napot nem streameljek. Mint régen emlékeztek, amikor így éltünk kajak, hogy minden nap így rendesen lelki furkán volt. Kedden, ha leszek, ha kedden pedig ha leszek, akkor 8-kor, mert megyek edzeni. Bence, bazzak, ha egyszer nekem a nézőm a legfontosabbak, akkor mit tudok csinálni? Ilyen a vérem. Hihetetlen, nem? Hát, Palim.
Ma elvittem a HD-t, van egy haverja, egy kurva egy labrador. Na ott kezdődött az egész, na erre is hagyjatok nekem egy választ. Ott kezdődött az egész. Jó van, csinálja, nyomjad. Szóval ott kezdődik a sztori, hogy van a HD-nek egy haverja, a nagybátyáméknál van egy kutya, egy tényleg egy 50 kilós ilyen labrador. És az a HD-nek a testvére. Érted? Mármint, hogy ilyen csátásról tudod, így vannak. Kb. Úgy működnek, hogy össze lehet őket egy másodperc alatt ereszteni. És elvittem. Összehugyoztam magam rajta, hülye vagy? A 12 kilós kis buzi HD-sz, Shiba Inu, csicskította a labradort. Hülye, morgott, és a labrador megijedt folyamatosan. Oda mentünk, mondom, hogy milyen jó lesz, mert el akarom kezdeni azt, hogy ha már tudod, ennyit tudok a gép előtt, szeretnék a kutyával kimenni gyakrabban sétálni, csak egy ilyen kis kört menni, egy 10 perc elsőnek, aztán majd nyilván növelem a távot, meg a tököm tudja. Hogy megy ezt? Mondom, jó, mondom, akkor lefárasztja magát faszán a kutya, mondom, átviszem. Na, az volt, odaértünk, csicsította a labradort, ebben voltam, és oda ment a HD-sz bazd meg a izéhez, a teraszajtóhoz, és végig befele bábult, meg sem mozdult. Hát mondom, azt nem hiszem, elmondom, bazd meg, mondom, takarodjál már, ja, mert hogy itt is, itthon is ezt csinálja, hogy jön egy ember, vagy egy autó, vagy bebasznak egy ajtót a ház előtt, vagy ilyenek, az kurvára meg kell ugatnia, ki akar menni, nyűszít, minden baja van, tényleg megőrül, annyira nyűszít, ki akar menni, kiengedem, bazd meg, és miután kiment, utána elkezd befele nézni és nyűszíteni vizé felém. Hát mondom, ilyen nincsen, bazd meg. És oda is elmentek, és ugyanezt csinálta. Nem mondom, az fasza, de mondom, te már nem jössz velem sétálni, mert már 5-kor értem hozzá, vagy hogy. Aztán mondom, én már nem megyek a faszomat sehova. Szóval ma csalónapot tartunk sétába. Hát Bencém, nincs mit. Ez vagyok. Milyen volt a tegnapi stream? Hogy tetszett? Ádám, te kezded, hogy tetszett? Ugye első pluszos giveaway volt. Ráadásul 2 euró, nem ilyen buzi 40 centen meg ilyeneken. Ilyen, itt van a kalapom. Az a baj, hogy ki kell rakjam hangfalra a zenét meg mindent, amikor kalapba vagyok, mert nem tudom felvenni a fülest alá, mert érted, itt van. És érted, nem működik nyilvánvalóan. Másért nem tudom megoldani. Szóval... az ilyen random kalap elővétel olyan nem lesz valószínűleg, de most ezt, hogy mikor veszük elő megint ezt a kalapot, az egy jó kérdés, majd hogyha kedvem van hozzá valószínűleg. Szerintem jól sikerült a... ugye ezt mondtam nektek valamikor, hogy van egy 16 eurós poénom, ezt a kalapot vettem, ami 16 euróért, vagy hogy. Az a baj, nincsen Fidesz szponzorom, az egy dolog, de még vállalnám is ezt a sztorit, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik agybadugós füles működik faszán gépeknél. Az kisebb base game hit. Na egy tízes még az egyesbe van. Most menjünk is innen a picsába, visszadobott megint 570-re, harmadjára. Karol. Ez kijátszott ezen a eurós téten? Normálisan egy bazd meg. Five Lion. Van olyan agyvadugós füles, amelyik működik faszán gépem? Az AirPods biztos, hogy nem. Te a cséke. HyperX GB-ed, ezek működnek géppel? Tuti? Van eladó, testvérem? Öregek, én nem akarok most semmilyen szponzort. Én azt is észrevettem, hogy nincsenek jó hatása rám a streamekre a szponzik, amikor nem illik oda. Korzor az odaillett, meg az ipon az jó volt, de amúgy azon kívül nem tudom. Azt értem, hogy nem hoz pluszt. Sennheiser, ne tuti van. Ezek zorallok? Ezek fainak? Meg vagy ilyen kurva drága? Könnyű ez a játék. Miért nem visszanéztem a Valhallás, mint kajakben mondtam a végén, hogy annyira egyszerű ez a játék, üvöltve.
Jó, de jó az az oldal, Jézusom. Ennek örültem, amikor még az Ippon Sponzi mellett bazd meg írogatta ezt be a csetre. Ah, értem. Ott vagyunk. Ezért lehet így hangos. Menjek el, hogy az ilyen még itt, ez itt most van? Ilyen trénesbe? Az van, ittam Red Bull meg is train mellett. Nem kell izé, van Airpods-om. Azt használom, azt nagyon szeretem azt az Airpods-t. Nem is tudtam, ne. Bazzik, itt meg kaptam karácsonyra Jézuskától tavaly, azt hiszem. Egy Airpods Pro-t, mert nekem csak az maradt bent a fülembe, a sima Airpods az nem. És... Ja, vágom. Tudom, hogy jó, csak hogy... Érted, árérték, tehát mennyivel kerül? 60 ezer egy fülbedugós, vagy agybedugós füles? Vagy ez hogy van? 15-10. Szóval az Airpods, az nem is gondoltam volna, hogy milyen kibaszott jól jön, amikor... Amíg el nem mentem külföldre, múlt pokolenbe. Mondom, bazd meg, ez durva. Ja, abba aludtam el, mert horkoltak mellettem, egész úton benn volt a fülembe. Tudtam mindent csinálni, amit akartam. Kaszáslott! Hú, te rohadt féreg. Jó az állsz is. Az a baj, nem fizetve nem figyelek. 30x. Autós témát, ne ide, vagy már van összetett, nem tudom mire gondolsz. Five Lions, ugye? És ezek mind működnek géppel? Gondolom a HyperX meg igen, de a JBL nem hiszem. Na, szóval az Airpods az nagyon zarálcuc. Csípem, mondjuk ezért nem tudok bele, mert még a Pro is kiesik a fülemből, a sima az meg ugye amúgy is kiesik a fülemből. De jaj, jó lenne egy normális füles. De hagyják meg, inkább megveszem. Jack bemenet, tehát hogy? Ez hogy működik onnan? Csókfa kutyám. Van, vágom, minden három is szar. Jó, nem szar, csak nem jó. És hát jó, mert ha nem izélek... Az, hogy nekem kurva tág a fül lukam. Tehát hiába teszem bele a nagyot, az se jó. Nem azért, mert ez meg nem tudom, valahogy nem tudom, nem, rossz a formája belül, bazd meg. Nem is nagy, csak rossz a formája belül. És köszönöm, nem vagyok fagyatékos, és kipróbáltam többet is, amit adtak hozzá. Nem tudom, van-e benne Bluetooth. Szerintem van az alaplapomba. De nagyon jeltem a tegnapi streamet, hogy nem volt rajtam füles. Mindig fülesbe ülök itt. Nem hallom a saját hangomat, és amúgy eleve elsőnek, hogy fura volt, hogy így hangosan beszélek. Mi a fasz, mondom. Ilyen hangosan beszélek mindig? Megint pénzt csinálsz, Cséke? Könnyű játék? A mikrofon az nem kell működjön, azt a szarom. Van mikrofonom, az nem kell működjön. Csók, szevasz, fodor, szevasz, Higgy. Kicsi jó. Én kicsivel kezdtem. Azt az se volt jó. Az a mellett, hogy az agyba dugós se jó megoldás amúgy. Az volt a kurva jó megoldás, hogy hangfal volt, csak visszanéztem a vodot.
és bazeg behaladszódott a zene, szóval inkább most letettük, azt hiszem, nem listázottba, vagy ilyenek, mert a mikrofon felvettem, a fülesbe jött zene. Az AirPods-ot nem tudom belerakni a izébe, nem működik a gépemmel, valamiért próbáltam, nem. Bronz így szecívok. Te Ádám, én este, őszinte leszek veled, én este azon agyaltam, hogy miért lehet az, hogy te kukacokat írsz random a mondataidba? Hogy az miért van? Mindig van benne ilyen kukac, meg ilyenek. Na figyelj, 25-40 lett volna. Jaj, de jó, hogy nem azt választottam. Lebasztani három vágyat sorjába, dámával köt, az jó, nem? Na most oda egy ászt előre, vagy inkább egy... Aj, békát bazd meg, még! Tesó, de mindig... Bazd meg! Azt a halat végigkötöd, az nagyon sok pénz. Autós témát, bazd meg, milyen autós témát tegyek be? Hát ne idegelj már fő. Autósat. Kár. Na jó. Vagy valami normálisat. Ja, az olyan sok lett volna. De baszeg, de... Azt mondta, holnap nem leszek, azt tuti. Big Juan, na az föl fog baszni. Dockhouse. Hát én is mindig nézem, hogy kukac van benne, kukac van benne. De miért van ebben kukac, bazd meg? Na, szóval azt akartam mondani, hogy na, hadd már le. Itt se vagyok. Szóval azt akartam mondani, hogy azt mondtam stream végén végül, hogy leszek. Itt volt a végén. Azt gondolom vágtaimban leszek. Nem tudom, Lacika, de megmondasz, hogy mi jelentek az, ami 10 pinből leadja? Vagy 30-ból? Ja. Viszont holnap nem leszek. Értem, hogy kell egy kis off most. Mi kell a dáma? Az wide lesz, beszarok. 6 euró, de jó. Na, arra, hogy mennem kell innen. Ezt nem üthetem tovább. Egy ilyen base game hit után pénzkidobás lenne. Nem baj. Csak annyiszor leírtad, bazd meg, hogy már folyt a szemem.
Én akkor ijedek meg, amikor véletlenül elkezdek írni, és elkezdek írni, hogy mondjuk buzi vagy, és véletlenül átrakom ugye a szimbólumos izére, és ilyen felkértéleket, meg kérdéleket írok, hogy anyád azért ez így meleg, hogy egy ilyen érintő képernyőn tudom, hogy hol van a megfelelő gomb. Szevassebb. Aztán nem küldöm el, mert észreveszem, hogy elrontottam. Csak mondom, hogy ilyen, tudod, ilyen fun fact. Utálom tesó azokat is, ne aggódj. Nekem adrenalin kell. Az Elden Ring azt is felbaszott, hogy a faszomban lehet azzal játszani ilyen órákat, de hát... Mindegy, kinek mi ugye. Szóval Jinx, man. Na, Sanyikám, menjen. Azért nem játszom sose nagy téttel. Sose high-rollozok. Ember, miért szakítottunk tegnap a Valhallán? Mennyire könnyű játék mi? Mentált, az egy slot. Próbáltam horror játékokat is. Nagyon sok mindent kipróbáltunk már streambe. De élem, csak itt nincs továbbra se. Múlt héten se volt, előtte se, és jövő héten se lesz szerintem. Így, Szabi. Biztos jó lánka volt az? Tegnapi Valhallára van klip, aha. Szerintem felkérte, hogy a Lastra azt adja be. Hát a Szelszpinben nem adta oda. Vagy talán most a kettesbe úgy adod oda, mi? Nem, hát ott ment el a bónusz, jó van. Ez a játék egyre rosszabb az meg. Mi ott van? El kéne kezdeni számolni, hogy hányszor ültünk rá a Dockhouse-ra, és hányszor nem adta le. Egyszer bele kéne állni nagy pénzzel, bazd meg 20 centre, addig vittem, hogy nem adja. Hát, de csak tiltólistás, utálom, de ha most ha valaki beváltja, most hogyha azzal szeretne, hogy játszak, akkor játszom azzal, hát neki van igaza. Sajnos nem neki volt. Hát, Jinx van Szoki, ismersz. Nem Rostein pacek. Ez a csávó van Krisa pacekba, mindegy. Ezt ecseteltem, de hát mindegy, most hagyjuk. Ember, mit mentünk tegnap? Fú, de jó volt, bazd meg. Csak az volt a baj, annyira lehozott a bónuszhánt, bazd meg, hogy elfelejtettem már örülni a nagyvineknek. Jó, amikor a Carol leadta, az üvöltöttem meg ilyenek, de vagy érted, amikor streamelsz, és akkor így nyomsz egy ilyen, nem tudom, két órát, és így az összes bónusz szar, így nagyon nehezen tudsz átkapcsolni arra, hogy örüljél. Nagy comeback volt, ja. Hát kinulláztuk a balanszunkat és felmentünk sokig. Jaj, ne! Jaj, meg most nyert valaki. Srácok, soha többet nem fog senki nyerni magyarok közül a mentálon. Maxint. De ezt imádom bennetek, hogy néztek egy Rosteint vagy egy Traint. Láttad, hogy nyert 4 milliárd dollárt? Hát, te soha leszarom, vágod? Hogy így, ja, igen, nyert, ja, csak hogy soha többet nem fog senki, és érted? Tegnap lett CO, aha, ja, hát nem sokat, és egy ilyen 4000 dollárt kiszedtünk. Hopp, vagy egyet, buzi! Ott van. Abba most visszaraktam ide 700-at. Hát nagyon megcsinált, és ilyenkor... Nagyon nehéz visszatérni. Ezt így nem értitek meg ilyenek, de így streamer szempontból úgymond nehéz átkapcsolni, hogy haló, ez most fizetett nagyon sokat, haló. Tud, mert amikor minden adja, akkor ilyen konstans jó kezem van, egy 100x-nek is nagyon örülök, meg minden. Amikor ennyire szar, akkor meg ilyen vissza kell ráncsam magam az életbe.
Na retrigger, szőlő, retrigger, szőlő, retrigger. Kéket, szőlőt, bazd meg. Nem baj, jó ez. Ráfeszültem a képernyőre, mert nem kapott elég tiszteletet tőlünk. Az a bónuszának úgy állt, hogy neki ilyen nagyon ilyen leszarom stílusba voltunk, és hát nyilván nem adja a leszarom stílusba. Rá kellett feszülni idegből a képernyőre, és így egyből adta. Van bevált valami? Nincs. Egyszer szeretnék, srácok, egy Doghouse 5 bónuszt, az az álmom. Gyerekkori álmom. Ja, hát igen. Azt tényleg szarva. Csak az a baj, azt már nem tudnám most sem megoldani, hogy azt nem értem, hogy miért nem ment. Beszélem kéne a Olival, hogy miért nem ment.